Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, a mikrofonnál Longauer Andrást hallhatják. Ebben az összeállításunkban először a legfrissebb hírekről ejtünk pár szót, utána pedig kapcsolunk egy beszélgetést, amelyben a ser roka fogadja hívásomat, ő Jeruzsálemben él és elmondja majd nekünk, hogy hogyan élték meg az izraeli háborút kirobbantó szörnyűséges támadásokat. Ma, október 16-a hétfő van, és legelőször az izraeli háború legfrissebb híreiről pár szót. Eddig 500 izraeli holttestet sikerült beazonosítani. Az izraeli törvényszéki központ orvos szakértői éjjel-nappal dolgoznak, hogy a múlt heti dél izraeli mészárlás minél több áldozatát azonosítsák. Eddig 500 holttestet azonosítottak. A fennmaradó holtestek egy része olyan rossz állapotban van, hogy talán sosem sikerül azonosítani őket. Az izraeli belbiztonsági vezető bejelentette: A felelősség az enyém. A Simbét belbiztonsági ügynökség vezetője azt állította, hogy személyesen ő a felelős azért, hogy nem volt korai figyelmeztetés a Hamász október 7-i dél-izraeli gyilkos támadására. Ronen Bár az ügynökség tagjainak küldött üzenetében azt írja: Az általunk végrehajtott számos intézkedés ellenére szombaton sajnos nem tudtunk elegendő figyelmeztetést generálni, amely lehetővé tette volna a támadás meghiúsítását. Az ügynökség vezetőjeként a felelősség ezért engem terhel. Írja bár: lesz idő a vizsgálatokra, most harcolunk, fogalmazott. Tomból az Izraeli Egészségügyi Minisztérium a WHO nyilatkozata miatt. Az egészségügyi minisztérium az ENSZ egészségügyi ügynökségét bírálja a háborúra adott válaszai miatt, amelyekben éles szavakkal bírálta Izrael Gáza elleni csapásait. Miközben a Hamász izraeli városokban tombolt, csecsemőket, gyilkolt, nőket erőszakolt meg, betegeket és időseket ejtett túszul, köztük holokausz túlélőket, az egészségügyi világszervezet nagy részt az ellenségeskeréseknek beszüntetésére összpontosított áll az egészségügyi minisztérium közleményében. Izrael azon erőfeszítéseit, hogy életeket mentsen a civileknek a Gáza északi részén lévő konfliktus övezetből való evakuálásával perverz módon kiforgatták és rágalmazták a Hamász azon törekvéseinek szolgálatában, hogy továbbra is emberi pajsként használja a gázai civileket. A civileknek a konfliktus övezetből való evakuálására való felhívás a hamász veszélyeztetésére irányuló erőfeszítései ellenére a civilek védelmét szolgáló intézkedés teszi hozzá a közlemény. IDF állásokat lőttek a libanoni határon. Az izraeli védelmi erők közlése szerint a libanoni határon több katonai állást is tűz alá vettek egy harckocsit pedig egy páncéltörő irányított rakéta talált el. Az IDF szerint az incidensnek nincs sérültje, az izraeli csapatok tüzérségi tűzzel válaszoltak a tűzforrások ellen. Likvidálta a hamász hírszerzési főnökét az IDF. Az IDF azt állítja, hogy csapást mért és megölte a Hamász általános hírszerzésének vezetőjét a gázai övezet déli részén fekvő Khan Yunis városban. Franciaország azzal vádolja a Hamászt, hogy nem engedi távozni a gázai lakosokat. Francia ország szerint lehetővé kell tenni a gázai övezet lakóinak a távozást azzal vádolva a Hamas csoportot, hogy megakadályozza őket ebben, és azt akarja, hogy enyhítsék a gázai övezet blokádját, hogy lehetővé tegyék a humanitárius segélyek bejutását. Az üzenetet Catherine Colon, francia külügyminiszter, egyiptomi látogatásán adta át, miután tegnap izraeli tisztviselőkkel tárgyalt. A blokád nem tartja tiszteletben a humanitárius jogot, mondja. Engedélyezni kell a humanitárius segélyek bejutását a gázai övezetbe, mert elfogadhatatlan, hogy így hagyjuk szenvedni a nőket, férfiakat, gyerekeket, akik nem felelősek a Hamász bűneiért. Kolonna azzal is vádolta a Hamászt, hogy megakadályozza az embereket abban, hogy elhagyják gázát. Ez elfogadhatatlan, mondta. A miniszter megismételte, hogy Franciaország aggódik amiatt, hogy Izrael és a Hamász közötti háború átterjedhet a térség más részeire is, és figyelmeztetett, a helyzet súlyos, sőt veszélyes. Benjamin Netanyahu a Knessetben tartott beszédet, győzni fogunk, mert ez a harca létünkről szól ebben a sötét erőkkel terhes térségben, mondta. Benjamin Netanyahu miniszterelnök a Knessetben kijelentette, hogy Izrael népe egységesen a győzelemre törekszik, egyúttal bejelentette, hogy vizsgálatot indítanak a hírszerzés és a biztonsági szervek mulasztásai miatt, amelyek lehetővé tették a Hamás számára, hogy október 7-én ilyen pusztító támadást hajtson végre. Mint fogalmazott, a tíz nap ezelőtti katasztrófával kapcsolatban sok kérdés merült fel, minden szempontot alaposan kifogunk vizsgálni, a nemzet egy közös cél, közös győzelem érdekében egyesült, győzni fogunk, mert ez a harc a létünkről szól ebben a sötét erőkkel terhes térségben. A Hamász az Irán és Hezbollah gonosz tengeinek része, céljuk, hogy a közel-keletet a káosz szakadékába taszítsák. Most már sokan értik világszerte, hogy kivel áll szemben Izrael, megértik, hogy a Hamász a nácizmus új változatát képviseli, ahogy a világ összefogott a nácik és az ISIS legyőzésére, úgy kell összefognia a Hamász legyőzésére is, elkötelezettek vagyunk minden család mellett, nem fogunk engedni az erőfeszítéseinkből, hogy visszahozzuk testvéreinket, mondta. A brit miniszterelnök szóvívője visszataszítónak nevezte, hogy palesztin barát tüntetők a Hamas terroristáinak képeit mutogatják a tüntetéseken. Ezt azután nyilatkozta, hogy a hétvégi londoni tüntetéseken két nő siklóernyősök képeit ragasztottak kabátjuk hátuljára. Rési szunák szóvívője újságíróknak úgy nyilatkozott, hogy ez visszataszító, nehéz elképzelni olyan helyzetet, amikor az emberek olyan személyeket akarnak támogatni, akik olyan terrortámadást követtek el, melynek során gyerekeket, csecsemőket mészároltak le. Nehéz ezt szavakba önteni, fogalmazott. Az Egyesült Államok azt várja, hogy még ma megnyílik az egyiptomi határa a palesztinok előtt. A Fehérház tisztviselői azt remélik, hogy még a hétfőn meg tudják nyitni a Rafahi határát határátkelőt az egyiptomi határon, hogy a palesztinok egy része elhagyhassa a gázai övezetet, közölte John Kirby, a Fehérház szóvivője a CNN-nek adott interjújában. Mindeközben az izraeli szállodai szobák felét már arra használják, hogy az evakuált izraelieket elhelyezzék bennük. Az izraeli szállodai szobák mint egy felét a gázai övezethez közeli településekről evakuált családok elhelyezésére használják, közölte az izraeli szálloda szövetség vezetője. Izraelnek összesen országszerte 56 ezer szállodai szobája van, és ebből 28 ezeret biztosítanak az evakuáltak számára, a számlákat pedig az állam állja. Mondta a Szálloda Szövetség vezetője. Ezekről a hetek percről percre tudósítása számolt be. Dimitro Kuleba szerint gyanúsan hirtelen kezdtek el totális ukrán korrupcióról beszélni. Az ukrán külügyminiszter szerint gyanúsan hirtelen kezdtek el totális ukrajnai korrupciót emlegetni, amint közeledni kezdett Ukrajna Európai Unióba történő beléptetéséről szóló tárgyalások időpontja. Dimitro Kuleba egy interjúban beszélt arról, hogy az amerikai politikai körök bizonyos része igyekszik lerombolni Ukrajna tekintélyét és az ország támogatását. Holott az utóbbi másfél évben semmit nem lehetett hallani az információs térben a mérhetetlen ukrajnai korrupcióról, most viszont hirtelen mindenki nyugtalankodni kezdette miatt. Az ukrán diplomácia vezetője szerint, ha valóban akkora hatalmas mértékű volna a korrupció Ukrajnában, akkor miként van az, hogy másfél év alatt az Ukrajnának nyújtott fegyveres és anyagi támogatásokat Felügyelő amerikai felügyelők nem tapasztaltak semmilyen szabálytalanságot. Az oroszok azt tervezik, hogy az év végéig elfoglalják a teljes Donetsk megyét, erről számolt be az Avgyívkai polgármester. Az orosz terroristák új időpontot tűztek ki Donetsk megye teljes elfoglalására, a közigazgatási határait 2024. december 31-ig akarják elérni, közölte szombaton Vitali Barabás, az Avgyívkai Városi Katonai Adminisztráció vezetője. Erről számolt be az RBC. A jelentés szerint Barabas elmondta, másik időpontot tűztek ki Donyáck megyei közigazgatási határainak az elérésére, most december 31-e a céldátum, vagyis az év végére azt a feladatot kapták, hogy érjék el Donyáck megyei közigazgatási határait. Erről az RBC számolt be. Irán üzenetet küldött Izraelnek az Egyesült Nemzetek szervezetén keresztül, beavatkozhat, ha Izrael folytatja katonai hadjáratát a Hamász ellen Gázában. Ha az izraeli apartheid háborús bűneit és népírtást nem állítják meg azonnal, a helyzet kicsúszik az irányítás alól és messze menő következményekkel járhat, amiért a felelősség az ENSZ-t, a biztonsági tanácsot és a tanácsot zsákutcába terelő államokat terheli. Ezt Irán ENSZ missziója közölte az X-en. Teherán azt állítja, hogy a diplomaták éjjel-nappal azon dolgoztak, hogy megakadályozzák az izraeli Hamas háború regionális konfliktussá fajulását, Regionális konfliktus alatt pedig azt érték, hogy a harcokba bekapcsolódhat a Hezbollah és Irán is. Mindez azt követően történt, hogy az iráni külügyminiszter Beirutban találkozott az ENSZ közel-keleti békefolyamat különleges koordinátorával, majd Katarban tárgyalt a Hamász vezetőjével. Utóbbival megállapodtak abban, hogy folytatják az együttműködést a csoport céljainak elérése érdekében. Erről a 24.20 számolt be. Putyin szerint kudarcot vallott az ukrán ellentámadás. Az ukrán ellentámadás teljes kudarcot vallott, jelentette ki Vladimir Putyin orosz elnök a Rosszia egy állami hírtelevízió vasárnapi Moszkva Kreml Putyin című magazin műsorának nyilatkozva. Az államfő azokra a Kievben elhangzott nyilatkozatokra reagált, melyek szerint az ellentámadás megreket. Ami az ellentámadást illeti, amely állítólag elakadt, igazából teljes kudarcot vallott, mondta Putyin. Úgy vélekedett, hogy ha a nyugat forró konfliktusba lép Oroszországgal, akkor az nem korlátozódik majd egy különleges hadműveletre. Az államfő Pavel Zarubin műsorvezetőnek arra felvetésére reagált, hogy egy amerikai kongresszusi bizottság ajánlása értelmében fel kell készülni az Oroszországgal és Kínával megvívandó egyidejű háborúra, beleértve a nukleáris konfrontáció lehetőségének figyelembevételét is. Mi abból indulunk ki, hogy mi békét akarunk, de ha ők háborúzni akarnak Oroszországgal, az már egy teljesen más háború lesz, nem egy különleges művelet, hangsúlyozta Putin. Erről a 24.20 számolt be. Ez volt a Hírmix, az Ultrahang hírösszefoglaló műsora, most pedig következzen az interjú. Nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm a kedves hallgatókat, folytatjuk adásunkat. A mikrofonnál Longower Andrást hallhatják, és a vonalban vendégünk Asher Rokach, aki Izraelből jelentkezik, és beszámol nekünk az ott történtekről. Nagy szeretettel köszöntünk a vonalban. Hi, hello, Üdvözlök mindenkit. Az első kérdésem az lenne, hogy hogyan élted meg a kibontakozó eseményeket, mivel hallottuk a híreket, szörnyű felvételeket láttunk az Izrael elleni szombati támadás után, megráztak bennünket a hírek és a felvételek. Te hogyan értesültél a támadásról? Azon a napon, amikor a Hamász támadása történt, ez volt a szukott ünnep utolsó napja, egy zsidó ünnep, Közvetlenül a Rosh Hashaná és a Yom Kippur után mi, a zsidó ortodoxok nem használunk technológiát vagy elektromosságot szombat és az ünnep alatt. Tehát reggel 8 óra körül hallottuk a szirénákat, a szirénákra ébredtünk. Ez azt jelenti, hogy rakétákat lőnek ki Jeruzsálemre. Izraelben ismerjük a helyzetet, ezért összegyűjtöttünk mindenkit, elmentünk egy biztonságos szobába a ház közepén, és megpróbáltunk mindenkit megnyugtatni, különösen a gyerekeket. Ezt követően újra és újra 8-10 alkalommal szólalt meg a Sziréna. Ez szokatlan, mert általában nincs elég rakétájuk ahhoz, hogy Jeruzsálembe lőjenek, mert Jeruzsálem messze van a gázai övezettől. Megértettük, hogy valami nagy dolog történt, de még nem tudtuk mi történt, mert nem tudtuk használni a telefonunkat vagy a számítógépünket, hogy ellenőrizzük, mi történt. Aztán néhányan azt mondták, hogy hallották, hogy túszok vannak Izrael déli részén, és annyira szürreális volt hallani erről, mert hallunk terrortámadásokról vagy rakétákról rendszeresen, de túszokról és ez okozta helyzetekről nem igazán. Ez olyasmi, amit soha nem hallottunk ilyen perspektívában, csak reméltük, hogy ez nem igaz, ezek csak plegykák. Nagyon aggódtunk emiatt, és megpróbáltuk fenntartani az ünnepi hangulatot, mindenkivel beszélgettünk, és igyekeztünk elfogyasztani az ünnepi vacsorát. De it de nehéz volt. Megértettük és éreztük, hogy most valami nagy dolog történik. Aztán az ünnep este vége után megnéztük a telefonunkat és láttuk a híreket. Rémisztő volt. Ahogyan te is említetted, sok izraelit elraboltak. Neked mi a személyes tapasztalatod ezekkel kapcsolatban? Van-e rokonod, vagy van barátod esetleg, vagy emberek körülötted, akik érintettek ebben a tragédiában? This is a wall and, uh, ez egy háború, amit a Hamász indított ellenünk, és belerángatott minket ebbe a háborúba. Vannak olyanok, akiket elraboltak, és akiket megöltek. Hála Istennek, nem a családtagok közül, de ahol dolgozom, a Sirató falnál, van egy idegen vezetőnk, aki katona volt az IDF-ben, a Hamász terroristák elleni harc során ölték meg, és van egy másik kollégánk, akinek a fia elment egy szabadtéri fesztiválra a gázai határhoz közel, ott több száz ember volt, fiatalok, akik elmentek bulizni és táncoltak, és a kollégám fia még azóta sincs meg, nem tudni, hogy megöltéke, ahol testére még nem találtak rá, tehát könnye lehet, hogy elrabolták. My heart is These I know, I with them Egyszerűen megszakad a szívem. Ezeket az embereket én ismerem, sokszor minden nap találkoztam és beszélgettem velük. Nehéz ezt hallani. Most, amikor ezt a műsort rögzítjük, olyan híreket olvasunk, hogy az IDF katonái az egész országban harcolnak és területeket foglalnak vissza, terrorista csoportokat számolnak fel. Körülötted vannak-e bármi jelek, harcok, jelei, zajai? A régióban tapasztaltál valamit? To, just to make sure, we're Jelenleg Izrael déli részén a gázai határ mentén folyó harcokról beszélünk, nem az egész országban, de az egész országban néha rakétákat lőnek, még Jeruzsálemben is, és a házon fölött állandóan hallottuk az IDF vadászgépeit, amelyek gázába mentek, vagy onnan tértek vissza. Így egész éjjel nem tudtam aludni, mert néhány percenként repülőgépeket, vadászgépeket hallottunk felettünk. Ezen felül viszont beszéltem barátaimmal, akik azt mondták, hogy gáza mellett vannak, és ott készülnek éppen a bevetésre. Ez az én személyes szemszögem, így érintkezem az eseményekkel. Mi a helyzet az izraeli nép szellemiségével, mert a hírekben láthattuk, hogy közvetlenül a támadás után a politikusok nagyrészt összefogtak, az izraeli nép felállt és egyesült. Sokan elmentek harcolni és egyesültek a Hamász ellen. Mi a személyes tapasztalatod a zsidó nép szellemiségéről most ezekben a nehéz időkben? So right after that, eh, it was difficult. Everyone was broken. The street was Közvetlenül a támadás után nehéz volt. Mindenki összetört. Az utca szinte üres volt. Úgy éreztük, hogy ez nagyon-nagyon súlyos, nagy csapást mért ránk a Hamász. De most már elmondhatom, látom, hogy az emberek kezdik összeszedni a lelküket és egyesülni, ahogy a mondtad, az ellenség ellen és most azt látjuk, hogy egyre több ember a közösségben, családtagok mondják, hogy ezt meg tudjuk nyerni. Erősek vagyunk, a jó oldalért harcolunk, a terroristák ellen harcolunk, tehát győzni fogunk. Az emberek erről beszélnek, sokan videókat küldenek Whatsappon, amelyben azt mondják, kérlek, ne aggódjatok, imádkozatok Istenhez, minden rendben lesz, és egyesüljünk és most már elmondhatom, hogy a szellemiség sokkal jobb. Úgy érezzük, megnyerhetjük ezt a háborút, és helyesen cselekszünk. Magyarországról is küldjük az imákat, folyamatosan tudósítunk, és Budapesten is szerveztünk egy tüntetést, hogy kifejezzük támogatásunkat. Ahogyan olvastam, a nemzetközi közösség is összefogott. Imádkozunk Izraelért! Köszönöm szépen. Szükségünk van ezekre az imákra azokért, akik a egyetlen terroristák ellen harcolnak. Megöltek nőket, anyákat, gyerekeket, és szükségünk van ezekre az imákra. Mit tudná esetleg mondani azoknak, akik megpróbálnának segíteni? Van-e olyan szervezet vagy szolgáltatás, amelyet támogathatnak, hogyan támogassák az izraeli népet? Whatsappon WhatsApp WhatsApp nagyon sok mozgolódást látok, nagyon népszerű. A Whatsapp Izraelben sok beszélgetést látunk, ahol az emberek szeretnének kezdeményezni, segíteni, segíteni azoknak, akiknek el kellett hagyniuk az otthonukat, mert közel vannak a gázai övezethez. Vannak olyan szervezetek és emberek, akik mindenben segítik ezeket az embereket, amikre szükségük van. Küldhetek esetleg pár linket. De fontos ellenőrizni, mert ez nem mindig biztonságos. Vannak olyan plegykák, amelyek szerint a terroristák elveszik a telefont azoktól az emberektől, akiket elraboltak vagy megöltek, és aztán az ő WhatsApp csoportjaikat használják arra, hogy pénzt gyűjtsenek a Hamásznak. Az ilyenek talán proxik, szóval le kell ellenőrizni, hogy valami biztonságosat találjon az ember. Meg kell nézni, hogy biztosan azokhoz a családokhoz kerüljön, akiknek szükségük van rá, vagy pedig az IDF katonákhoz. Nagyon köszönjük ezt a sok fontos információt. Fontos azt is tudni, hogy csalások is előfordulhatnak. Köszönjük, hogy fogadtad hívásunkat, és minden jót kívánunk Izraelnek és Izrael népének. Isten áldjon meg benneteket, és imádkozni fogunk, hogy hamarosan béke jöjjön Izraelre. Köszönöm szépen. Nagyon-nagyon köszönöm a támogatásotokat, nagyra értékelem.